Sziasztok! Ma Lego Marvel Polybag Unboxing. Úgyis régen volt már polybeges videó. Ugye íme ez a 2024-es Marveles csomag, még hozzá Venom utcai motorja. Na, ugye volt már Venom figurám készletbe, csak azon túladtam. Úgyhogy most legyen simán Venom figurám ilyen kis motorral. Mondom, akkor már megveszem. Úgyhogy gyorsan össze is rakom itt. Csak nem lesz olyan ide sok minden. Jó. Látszólag minden megvan. Hát ez hamar meg lesz itt a videóba. Kapásból itt mindjárt Venomot, ugye azt nem nagy kunst összerakni, és simán ennyi az egész figura. De nézem, a motor se lesz nagy szám, na. Maga a Venom film az nem volt rossz, hát a folytatása is érdekes volt, a véruntó. Olyan egyszer nézhető kategória, bár mondom, én nem vagyok az a nagy szuperhős fan, úgyhogy... aztán nagyon nem volt hatással rám. Persze, hogy nem jól rakom össze, hát nézd meg. Már látom, ilyen kilövő stukker is van a motorhoz. Még vicces lenne ilyen alapfegyverre, aztán ilyen semmi extra lenne a motor, úgyhogy nem lenne értelme a szettnek, gondolom én. Azt mondja, hogy felfordítva kell ilyen műtyűr. A műtyűr elemek mindig. Még a polybagesben az a rossz, hogy nem mindig mutatja, hogy miket hova rakja el, tehát valamikor már látsz rajta olyan elemet, hogy már ott van rajta, de aztán nem figyelsz, simán ki lehet hagyni egy-egy lépést. Eléggé ilyen cseles. Viszont pozitívum, hogy így nehezítve van a motor összerakása. Mint a régi idők Lego szettjeinél. Degagyi kormány, két ilyen visszapillantó. Milyen fehér felniai van, mondjuk ez így passzol így pont a motorhoz. A Venom stílusához ez a fekete-fehér kombó.
Jaj, széttesik itt az egész. De ez miért nem megy itt bele? Na végre. Milyen jól forog a kerék. Alakulgat. Ja, hogy ilyen az eleje. Aha. Na, ott megint olyan elemeket mutogat, ami... De rossz, az a Venom csáp. Persze, hogy kell a motorra is. Ilyen érdekes dőlésszögbe. És akkor ugye egy ilyen rohadlé, ilyen piros valami, amit... kilövöldöz. Ugye ezek a töltények. Na, mindenképpen hamar össze is lett dobva, ez a többi az igazából már tartalékelem. Úgyhogy egész szuperül kinéz ez a Venom motor. Csak mondom, ez a ilyen visszapillantó botkormány, vagy mi ez? Ez ilyen kitaláltak volna valami dizájnosabbat neki. Viszont, na. Már majdnem mondom, hogy stabilan gurul, de... Na, így azért már más. Úgyhogy egész jó lett. Hát ennyi lett volna ez a Polybag unboxing. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!